fulladásos halált is okozhat a mustgázmérgezés. A balesetek, tragédiák megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetők, hívja fel a figyelmet a Zala megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Zalában is elkezdődött a szüreti időszak, akadnak, akik az előkészületi fázisban tartanak, de többen már a korai érésű szőlőket leszették, és a mustat érlelik a pincékben. Ennek erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Önmagában ugyan nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja azt. Aki ilyen pincébe megy le, rövid időn belül oxigénhiányos állapotba kerül, amit eszméletvesztés, majd fulladás követ. Magyarországon évente 40-50 alkalommal riasztják ilyen esetekhez a tűzoltókat. Zalában legutóbb 2011-ben követelt áldozatot a mustgáz. Érdemes például kiemelten ügyelni a pincék szellőztetésére, és célszerű oda széndioxid érzékelőt is felszerelni. Emellett alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, hogy van-e elég levegő a mustat tároló helyiségben. Fontos viszont, hogy az égő gyertyát soha ne a kézben tartsuk, hanem mindig például egy lapáton magunk előtt, vagy egy rúdra kössük fel, és úgy menjünk le a pincébe, ajánlott, hogyha a gyertya a térd alatt van. Amennyiben ez a gyertya elalszik, akkor életveszélyes a pincébe menni, ugyanis hogyha a mustgáz aránya eléri a 8-10%-os koncentrációt az adott pincében, az már eszméletvesztést okozhat. A széndioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni,